Kegyes éjnek ajándok az engdel! Honnan ez elnevezés? A napokban mutatta be a Helység kalapácsa című darabot a Győri Nemzeti Színház társulata. Petőfi művéhez még novemberben pályázatot hirdetett a teátrum. A felhíváson 7 és 14 év közötti diákok jelentkezését várták. A fiataloknak saját szavaikkal, verses formában kellett összefoglalniuk, hogy szerintük miről is szól az elbeszélő költemény. A beérkezett munkákat Simon Kornél, a darab rendezője, Forgács Péter a teátrum igazgatója, valamint Egressy Zoltán, drámaíró bírálta el. A legjobbnak a fiatal, ám annál tehetségesebb, Balázs Eszter Anna bizonyult. Apukám mindig figyeli a pályázatokat az interneten, és mindig kiválogatom, hogy melyik tetszik, és arra beküldök pályaművet, és ez különösen megtetszett, mert színházhoz kapcsolódik, és nagyon szeretek színházba járni, és azért jelentkeztem erre a pályázatra. Eszter vers formájában készítette el pályázatát, híradónknak azt is elárulta, hogyan. Először elolvastam az eredeti művet, amit, hogy őszintén szóljak, nem nagyon értettem, ezért inkább elolvastam, hogy miről szól az interneten, és akkor összeírogattam egy pár rímet, és akkor ahhoz építettem fel a verset. Eszterre szülei is büszkék, hiszen ez már nem az első pályázat volt, melyet a fiatal lány megnyert. Most már a másodikat nyerte meg, ami Győrhöz kapcsolódik. A megyei katasztrófavédelem írt ki ezelőtt 2 évvel pályázatot, amit szintén Eszter gyert a verses kategóriában. Igazából azért fontos, hogy a lányom gyerek maradhasson és jól érezze magát, miközben olyan feladatot végez, ami szerintem előre viszi. A nyertes alkotása bekerült a darab szövegkönyvébe, hogy hogyan, azt személyesen is megnézhette Eszter, hiszen pénteken osztálytársaival együtt meghívást kapott a Vidám zenével fűszerezett mű premier előtti főpróbájára.